Mi nem tudjuk a vezetéket, dehogy nem. Ja igen, dehogy nem hülye vagyok. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb havi összegzés lesz. És nagyon nem vagyok toppon. Több mint egy hónapja, nem. Kb. Egy hónapja vettem fel utoljára videót, úgyhogy már nagyon tudom, hogy szoktam ezeket csinálni, mármint hogy így kiesek ilyenkor a gyakorlatból. Most se nagyon fogok túl sok videót bevenni. Hát nézzük. Szóval februári összegzés lenne ez a mai, de mondjuk olyan sok mindent nem tudok összegezni. Hát a február... Na, már beszélni se tudok, tökéletes. Szóval a februárom nem volt egy túl jó hónap. Az képest, ahogy így elindultam év elején, és az úgy jó volt, és így ez az egy jó év lesz, az képest a február az egy olyan mélyzuhanás volt így mindenféle téren, hogy igen, az így felejtsük el, ami így februárban történt. Remélhetőleg most március már nem lesz olyan, mint a február volt. De igen, olvasás terén is eléggé látszik, hogy februárban nem voltam nagyon toppon. Ugyanis igazából két könyvet fejeztem be februárban. Abból az egyik egy verses kötet és újraolvasás, a másik meg egy olyan könyv, aminek a háromnegyedét januárban olvastam ki. És ezen kívül majdnem egész februárban egy és ugyanazon könyvet olvastam, amit még mindig nem tudtam kiolvasni, és ennek igazából semmi köze a könyv tartalmához, inkább ahhoz van köze, hogy teljesen olyan olvasási blokkom van, mondjuk nem csak olvasási blokkom van, mindenféle téren blokkom van, de hogy februárban így abszolút semmi nem ment. Így semmi. Tehát csak azért volt YouTube-on is videóm, mert februárnak így a legelején vettem fel előre azt a kettő darabot, ami utána ment ki ugye hetente, szóval így nagyjából a februárt kihúztam videókkal, de azt gondolom így jelen helyzetben, hogy márciusban nem nagyon lesz videóm. Csak így abból kiindulva, hogy nem nagyon olvasok most, ami egyrészt azt is eredményezi, hogy nem is nagyon csinálok videót, mert így nincsenek ilyen újabb olvasási élmények, hogy esetleg azokról valami, de úgy amúgy sincs nagyon ötletem, meg energiám ötletelni, meg motivációm ötletelni, meg csinálni ezt az egészet. Most éppen egy ilyen mélypontot értem el így az egész YouTube kapcsán. Nem akarom abba hagyni, tehát hogy ez semmiféleképpen nem, csak most egy picit így pihentettem, és így nem nagyon erőlködök, hogy legyen videóm hetente, mert azt most nem tudom kivételezni, és nem is az egyetem miatt, meg nem is ilyenek, csak úgy simán kell kis erőt gyűjtenem magamnak, hogy utána vissza tudjak lendülni valamennyire a dologba, legalábbis remélem, hogy így lesz, mert ez most így nagyon... Én nekem se tetszik, hogy ez most így van, tehát hogy amilyen a februárom volt, és amilyen most úgy néz ki, hogy videók téren március lesz, azt én se szeretném, hogy úgy legyen. Mert szeretem csinálni a YouTube-ot, meg szeretem csinálni a videókat, de most teljesen ilyen kreatív blogban vagyok, úgyhogy semmihez nincs kedvem, motivációm, semmi. Van egy csomó olvasatlan könyvem, és ránézek a könyves polcomra, és tényleg csak annyit érzek, hogy nem akarok olvasni, nem tudok olvasni, fölveszek egy könyvet, elolvasok három szót, és azt mondom, hogy nem tudok rá koncentrálni. Tök mindegy, milyen könyvről van szó. Nem tudom azt mondani, hogy fölveszem és olvasom, mert nem tudom olvasni. Igen, azt hiszem nagyjából ennyi, szóval így márciusban körülbelül márciusi összegzésem lesz, már ha olvasok ki márciusban könyvet, remélhetőleg. Más egyelőre nem, esetleg ha így nem tudom, valahol hónap közben valami hirtelen energia löketet kapok, akkor lehet lesz más videó is, vagy nem tudom, visszatérek a csúcsra, és valami elindul, és lesz kedvem, erőm, energiám, meg ötletem, akkor csinálom. De most jelen pillanatban én azt mondom, hogy márciusban ne nagyon számítsatok videóra, bocsi, de most nem megy. De akkor nézzük, hogy mi volt az a kettő és fél, fogjuk rá, kettő könyv, amit nagy nehezen sikerült februárban elolvasnom. Az egyik az a Kisasszonyok,
ez körül most elég nagy hype van, nem is tudom, hogy mondjam. Ugye eljött ki valamikor mostanság a kisasszonyokból a legújabb verzió a filmből, vagy legújabb filmverzió. És én ezt a könyvet karácsonyra kaptam, amúgy is régóta terveztem már elolvasni, és akkor most végre elolvastam. Na most a kisasszonyokról azt kell tudni, hogy ez egy 4 részes könyv. Ha jól emlékszem, 4 része van. És ez az első kötet könyvben nem, azt hiszem nem foglal magával annyit, mint maga a film. Mert szerintem a filmben van másik kötetből is bevéve, és vannak olyan szálak, amik ebben igazából még nincsenek úgy kifejtve. Tehát például a fő romantikus szál az ebben nem, ebben éppen csak el van hintve, hogy az majd lesz, de hogy ilyenek nincsenek benne. Tehát ez egy ilyen bevezető része a dolognak. A filmet még nem láttam, majd meg akarom nézni. De igen, szóval ez volt az a könyv, hogy a 3/4-ét januárban olvastam ki, és akkor február elején fejeztem be. Alapvetően tetszett, jó volt. Az ilyen klasszikusabb női angol regények közül, ugye én Jane Austenhez vagyok szokva, és az ugye kicsit másabb kaliberű, mint a kisasszonyok. A kisasszonyokban ugye a Márcséknak a mindennapjait követjük végig, és így ilyen részleteket látunk a napjaikból. Szóval maga az összefüggő történet az így ezeken keresztül tevődik össze, de tényleg igazából az egészben az a lényeg, hogy a 4 lánynak és az anyjuknak a mindennapjaiból ragadunk ki részleteket, és azokban különféle tanulságok vannak elbújtatva, és ezt viszi végig a könyv fölfűzve az egészet arra, hogy az apjuk az a szabadságharcban harcol, ők pedig ugye otthon haladnak a mindennapi teendőkkel, aztán ott a szomszéd fiú, aki belekeveredik a képbe, és ahogy összebarátkoznak, és ilyesmik, és ez megy a könyvben. Amúgy jó volt, és lehet, hogy el kellene olvasni a többi részt is, hogy képben legyek a teljes sztorival, de mivel, mint említettem, jelenleg hatalmas olvasási válságom van, nem nagyon fogok most hasonló kaliberű könyvet olvasni, főleg nem a folytatását, úgyhogy most nem tudom, mit kéne olvasnom, ami visszalendítene a rendes kerékvágásba. A másik könyv, amit nem volt túl nehéz befejezni, tekintve, hogy egy verses kötet, és már olvastam, nem is olyan régen, novemberben olvastam konkrétan ezt a könyvet, de most így februárban úgy éreztem, hogy havi hangulatomhoz nagyon illett, és hát kiolvastam elég gyorsan, tehát kb. 1 óra alatt ugye ezt a könyvet ki lehet olvasni, max. 2. Hát egy kis életkedvet ad, hát sokat nem adott, de legalább olvastam még egy könyvet a hónapban, ez pedig Rupika úrtól a Tejésméz, és nem fogok erről újra beszélni, mert mint említettem, ez újraolvasás volt. És ezt beválogattam az éves a tavalyi év kedvencei közé is, meg a novemberi összegzés. A novemberi összegzésemben is beszélek róla, úgyhogy most nem fogok külön. Igazából azért is olvastam el, mert Goodreads-en ugye be van állítva, hogy 45 könyvet szeretnék idén elolvasni. És még sose volt olyan, hogy a Goodreads azt írta volna ki, hogy X mennyiségű könyvvel a heti tervezet mögött vagyok, hanem mindig az volt, hogy ilyen 1-2 könyvvel vagy többel a tervezett ütemterv előtt járok, és akkor az úgy mindig megnyitott, hogy jó, ki fogok olvasni annyi könyvet, amennyit kell, most meg hát le vagyok maradva 2 könyvvel már, és így stresszel, de ugyanúgy nincs kedvem olvasni, úgyhogy azért remélem azt a 45 könyvet ki tudom olvasni idén, már csak, azért minden évben olvastam, amióta így jobban olvasok 50 könyvet, úgyhogy 45 már csak meg lesz, remélem, és még egy említendő, mert igazából a kisasszonyok meg a tej és méz is olyan volt, hogy február első felében olvastam mind a kettőt, és ugye olvastam egy 3. könyvet, nem fejeztem be, úgyhogy nem fogok igazából most ebben a videóban róla beszélni, de azért megemlítem, meg felmutatom, mert igazából ki kellett volna olvasnom februárban, mert recenziós példány, és még januárban kaptam. De nem, egyszerűen nem tudok olvasni. Tehát tényleg az volt, hogy fölvettem, olvastam 3 bekezdést, és letettem, és mondtam, hogy ez most nekem nem megy. És tényleg nem a könyv hibája, nem a történet hibája, ez egy ilyen hónap volt számomra. Úgyhogy
most már nincs belőle sok. Hát fókuszálsz? Tehát, hogy ez körülbelül 80 oldal. De hogy általában én 3 oldalakat olvastam csak belőle egy húzomba, úgyhogy azért nem fejeztem még be azt is ilyen 3 naponta 3 oldalt, szóval úgy elég lassan lehetett haladni. Mindegy, szóval ez a könyv, de mondom, most nem fogok róla beszélni, majd a következő havi összegzésemben, csak mondom, hogy ezt olvastam amúgy a hónapban, így próbáltam átküzdeni magam, hogy hát ez sikerül, de nem. Szóval ez egy ilyen olvasás szegény, és minden egyéb téren is szegényes hónap volt, úgyhogy reméljük a március jobb lesz. Én legalábbis nagyon remélem, én nagyon örülnék neki, mert az úgy jó lenne. Nem akarom azt, hogy az egész 2020-as évem az egy ilyen konstans február legyen. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Aztán vagy lesz videóm a hónapban, vagy nem. Oké, hát ugye ezt a két kemény kötetet sikerült kivégeznem ebben a hónapban. Kommentben azért írjátok meg, hogy nektek milyen könyveket sikerült befejeznetek februárban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!